Sziasztok, Tóth László vagyok. Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek, hogy itt vagytok az N-táborban. Egynapos, de nem bocsánat. Kicsit mesélnék arról, hogy hogyan ismerkedtem meg az N-nel. Elég nagy lelki válságban voltam másfél-két évvel ezelőtt, és egy szunimos videó láttán határoztam el, hogy eljövök ide a templomba, és aztán itt is ragadtam, és sok-sok hónapig itt voltam, itt laktam. És most idén újra visszajöttem ide. Hát az első tapasztalatok azok eléggé mellbevágóak voltak. Amiket a videón láttok, vagy hallotok, és amit itt tapasztaltok, azt úgy gondolom, hogy sokszor teljesen ellentétes azzal, ami az emberek fejében él az erről, vagy erről a hagyományról. Azon túl, hogy most már itt lakom, és igyekszem végezni a dolgomat, sok olyan dolog van még mindig, amire úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy bármit is elérek, vagy elmondhassak bármit is arról, hogy én mennyire szeretem ezt csinálni. Az első élmények azok eléggé olyanok voltak, hogy ebben nem állt a szem, amikor ide jöttem az N-táborban, a jurtában sem, tehát nem tartottam a csendet sem, és ugyanazt csináltam, amit kint is. És Barnával aludtam egy jurtában, úgyhogy egy párszor rákoppintott a fejemre, virtuálisan, és otthon én már gyakoroltam nagyon sokat otthon sufni tuningban, meditálást, stb. Viszont ami nekem nagyon sokat adott, az az éneklés. Az a mai napig az egy fantasztikus dolog, úgy gondolom. Rengeteg jó energia megmozdul ilyenkor, és tényleg nagyon jó érezni azt, hogy itt ennyien vagyunk így együtt ebben a közösségben, és mindenki beleteszi azt, amit tud. Tehát tényleg itt annyit, amennyit beleteszel, annyit kapsz vissza. És hát beszélhetnék még az itt lakó rezidensekről is, a társakról, akikkel tényleg egy fedél alatt élünk nap, mint nap, és segítjük egymást jóban, rosszban, és ez fantasztikus érzés, tényleg. Köszönöm nektek, mindannyiótoknak. Hát sokszor, hogy elszalad a szekér az emberrel, vagy mással, és azt megtapasztalni, megérezni, hogy itt egy olyan csapat van, akikre lehet támaszkodni, és tükröt tartanak elém, vagy éppen mi tartunk mások elé. És hát eléggé meglepő dolgok tudnak születni, és rengeteg olyan dolog van, amit mondjuk kint nem is vettem észre, vagy másra fogtam, vagy a szüleimre, körülményeimre, a munkahelyemre, bármire. És azért az ember rádöbben arra, hogy amit tesz, vagy amiért itt van, az csak is az ő karmája. Tehát semmi más nincs, amire rá lehetne fogni bármit is, hogy bezzeg ő miatta, vagy bezzeg a másik miatt. Hát ezzel az ember nap mint nap megküzd, és szembenéz ezzel, és nem egyszerű. Viszont ez a hely, ez tökéletes arra, hogy egy kicsit letisztuljanak itt a dolgok, és tényleg amennyi energiát beleteszel, annyi jön vissza. És néha nagyon-nagyon nehezen mennek a gyakorlatok, néha meg könnyen, úgy érzem. De egyik sem számít, tehát van ilyen megélés is, meg van olyan megélés is. Az biztos, hogy ez egy egyszerű és tiszta dolog, ami tapasztalható. Nincsen túlcifrázva, és ez tényleg csak akkor derül ki, hogy mit ér, amikor válsághelyzetben vagyunk, és ami nagyon nagy gond van, vagy nagyon gyorsan kell cselekedni. És akkor ez tud segíteni, hogyha figyelünk és gyakorlunk otthon ugyanúgy, mint itt is.
Tehát nem eljövünk ide, gyakorlunk, és utána otthon élünk, mint a mérgezett egér, hanem otthon is rendszeresen gyakorolva. Tenni kell ezekért a dolgokért, hogy kint tudjanak működni. Amikor én itt voltam, és elhagytam a templomot, akkor egy-két hétig éreztem azt, hogy tudom tartani az energiámat, és utána teljesen felzabált ez az egész kinti dolog, mint ahhoz képest, amit volt. De ugye ez is az életnek a része, ez a hely is, tehát ez sem egy ilyen különleges hely, viszont abból különleges, hogy itt lehet úgy gyakorolni, és élni, és fejlődni, vagy éppen letisztulni, hogy azért kint jó sok mindenre rálással esetleg másoknak tudjál segíteni. Én sokáig ezt nem értettem, hogy segítsek másoknak, és akkor nekem is jobb lesz. Ez meg volt bennem, ez a szándék mindig is, de ennyire erősen nem, mint ahogy itt prezentálva van. Most már valamit ugye értek belőle, hogy miért is fontos ez. Tehát, hogy lebontja a ego falakat, és tényleg, hogyha egy kicsit is teszünk ezért, hogy jobb legyen otthon a környezetünkben, a társunkkal, a gyerekekkel, a családdal, akkor jobb és élhetőbb hely lesz ez a föld akár. Amit a gyakorlatokról még mondanék, hogy amit én tapasztaltam, az, hogy tehát otthon is ugyanúgy lehet gyakorolni és tenni és csinálni a dolgunkat, mint itt. Tehát ahhoz nem kell eljönni ide, hogy otthon hogy csináld a gyakorlatot, viszont itt olyan energiák vannak, és annyira le van tisztulva minden, hogy erre szükség van, úgy gondolom, hogy ide eljöjjön az ember, és egy kicsit dolgozzon magán. Nagyon fontos párkapcsolatban is, hogy egy olyan, vagy egy csoportban is, hogy olyan emberek vegyenek körül, akik hasonlóan gondolkodnak, hogy hasonló utat járnak be, mint te, és akkor az egy, a kettő pedig kettő, tehát nem kell magyarázkodni senkinek. És ez egy csomó időt meg tudunk spórolni. Régebben szabadidőmben elég sokat futottam, túráztam, és ott is megvolt ez a meditatív, tárgyas meditálás. Mentem az erdőben, vagy futottam rengeteget, viszont az, amit itt megélek, vagy tapasztalok saját magamban, ez a teljesen más típusú tapasztalás, mint amit egy mozgás tud adni. Ott is ugye az volt a cél, hogy a légzésütemre odafigyeljen az ember, vagy túrázás közben, hogy ment az ember, akkor érezte, hogy jönnek felé a fák, a pokrok, a dombok, a hegyek, a völgyek. Itt viszont egy olyan állapotba kerülsz, amiről nagyon nehéz beszélni. Viszont, hogyha valamit meg tudsz belőle tapasztalni, akkor egy kicsit letisztulsz, és talán az illúzióból is kevesebb lesz. Én úgy gondolom, hogy mindkettőre szükség van, viszont ez ad egy teljesebb, összeszedettebb képet arról, hogy ki is lehetünk mi, vagy kik vagyunk mi. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt lehetek, hogy itt élhetek Szunimnak, nektek, a hagyománynak, a régi tanítóknak, és nagyon jó érzés látni ilyenkor, akik eljönnek a szemüket, a csillogó szemeket, hogy van bennük egy cél, egy elhatározása felé, hogy megtapasztalják ezt a hagyományt, és hogy nyitottak vagytok. Ez nagyon fontos. Nyitottak vagytok az újra, a változásra, és szerintem mindenkit ez indít el ide, hogy változtatni szeretne az életén. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és járjátok az utatokat.